túl érzékeny a környezeti ingerekre. Ez egy ilyen, úgymond vegetatív labilitás. Úgyhogy azt ajánlom, kerüljék a fölösleges izgalmakat. Töltsenek együtt minél több időt, beszélgessenek legalább heti 4-5 órát. A fehér galamb szimbolizálja a lelket, ami a testet elhagyva fölszáll a mennyországba, és ott örökre megpihen. Látom apám szellemét. Nézze, a gyász természetes dolog. Ez nem hinném, hogy a gyász. Ez nem egy szimpla szelleműzés. Ez a kettőtök, ugye? Lehet, hogy valami eldugott kincset őriz. Az is lehet, hogy volt valami nagyon fontos, amit életében már nem tudott befejezni. Valami feladat, ami elvégzetlenül maradt. Csórikám? Te meg sosem pánikoltál be semmitől? Szerintem sokkal lazábbnak kéne lenni bizonyos dolgokkal kapcsolatban. De sokkal-sokkal. Mózes, szeretne visszajönni? Hesh!